Donald Trump egy rendkívül megosztó és különleges figura az amerikai politikai életben, akinek hatása túllép az Egyesült Államok határain is. Politikai karrierje a 2016-os elnökválasztással robbant be igazán, amikor egy addig szokatlan, populista kampánystratégiát alkalmazva győzedelmeskedett. Értékelésénél számos tényezőt figyelembe kell venni, ideértve politikai nézeteit, gazdasági eredményeit, külpolitikáját, társadalmi hatásait, valamint megítélését a jogi és politikai vitákban. Gazdasági eredmények. Trump elnöksége alatt az amerikai gazdaság több területen növekedést mutatott, különösen az első néhány évben. Az adócsökkentései és deregulációs politikája vonzó volt a vállalkozások számára, és erősödő tőzsde, valamint alacsony munkanélküliségi ráta jellemezte az országot. Kritikusai azonban rámutatnak arra, hogy ezek a politikák hosszú távon növelték a nemzeti adósságot, és a gazdasági növekedés jelentős részét a felsőbb jövedelmi csoportok élvezték. Külpolitika külpolitikájában Trump igyekezett átalakítani az Egyesült Államok nemzetközi szerepét. Egyik legismertebb lépése a Amerika az első, America First politikája volt, amely során számnemzetközi szerződést és kereskedelmi megállapodást felmondott vagy újra tárgyalt. Az iráni nukleáris megállapodásból való kilépés, a Kínával folytatott kereskedelmi háború és a NATO-n belüli szövetségesekkel való konfliktusok kiemelt példái ennek a megközelítésnek. Támogatói szerint ez az önállóság és a nemzeti érdekek védelme erősítette az amerikai szuverenitást, míg ellenzői szerint ez elidegenítette az ország fontos szövetségeseit és destabilizáló hatással volt a nemzetközi rendben. Belső politikai feszültségek. Trump elnöksége során gyakran szembehelyezkedett az amerikai intézményekkel és média nagy részével, sokszor álhírnek, titulálva a róla szóló negatív híreket. A társadalmi feszültségek éleződtek a BLM mozgalom és a bevándorlás politika kapcsán. Egyik legmegosztóbb intézkedése a mexikói határa tervezett falépítés volt, melyet a bevándorlás korlátozásával indokolt. A jogi viták, az alkotmányos eljárások és impeachment folyamatok is nagy figyelmet kaptak, különösen a 2020-as választásokat követő események miatt, amikor Trump vitatta a választási eredményeket, és többen őt okolták a Capitolium ostromáért. Jogi kihívások és politikai örökség. Trump politikai karrierjét több jogi vizsgálat és bírósági ügy is kísérte, mind az elnöksége alatt, mind azután. Támogatói ezt politikai boszorkányüldözésnek tartják, míg kritikusai szerint a demokrácia szempontjából fontos, hogy a hatalmi visszaéléseket vizsgálják és szükség esetén szankcionálják. Trump öröksége kapcsán fontos kérdés marad, hogy képes lesz-e hosszú távon befolyásolni a republikánus párt politikai irányvonalát, és újraindul-e egy későbbi választáson. Társadalmi hatás és populizmus. Trump különleges képessége volt a társadalmi bázisának megszólítása, különösen a fehér munkásosztály és a vidéki lakosság körében. Populista retorikája, amely az elithez és a mély államhoz való ellenszenvét hangsúlyozta, erősen rezonált ezekkel a csoportokkal. Kritikusai szerint azonban ez a retorika polarizálta az amerikai társadalmat, elősegítve a politikai megosztottságra és az ellenségességet. Összegzés. Donald Trump öröksége vitathatatlanul jelentős és ellentmondásos. Egyesek számára ő a nemzeti érdekek védelmezője, aki szembe mert szállni a hagyományos politikai normákkal, míg mások szerint káros hatást gyakorolt az amerikai demokráciára és nemzetközi hírnévre. Az elnöksége és az általa kialakított politikai mozgalom továbbra is alakítja az amerikai politikai színteret, és hatása hosszú távon is érezhető marad.